Séta történelem, ez a címe annak az interaktív történelmi kisfilm sorozatnak, amely a fiataloknak mutatja be Magyarország nemzeti ünnepeit izgalmas virtuális séták formájában. A legújabb epizódban augusztus 20-a kapcsán a népszerű humorista Bagi Iván mesél az államalapításról, István király megkoronázásáról, sőt még arra is fény derül, hogy Koppány meg volt-e keresztelve, de már is folytassat itt a vendégeivel. Magi Iván az egyik vendégünk, a Sétatörténelem ötletgazdája és Duhonyi József ötletgazda és producer. Jó reggelt! Mindenkit szeretettel Jó reggelt, szívánunk. Két ötletgazdával ül, itt egy, gyakorlatilag egy közös gondolkodás során merült föl ennek a műsornak az ötlete? Igen, pontosan így történt, hogy elég sok időt töltünk együtt így a munkaterén is, meg barátok is vagyunk, és így ezen a gondolat is íkom e, merült fel, hogy kéne egy ilyen produkciót csinálni, hogy a fiataloknak be tudjuk mutatni ezeket a helyszíneket, ahol jelentős, jelentős történelmi események. Ez, ez pont a Pélvax közben történt, amikor ott sétáltunk, akkor akkor ott a fiatalok ugye jönnek, mennek, nem tudják, hogy mi történt, mi történt ott, Nemzeti Múzeum, stb. Bocsánat, hogy közbevágok, egyébként rengeteg projektje van egy gondolkodó embernek, vagy egy gondolkodó művésznek, és ez egy volt a, a sok közül, illetve való igaz, hogy Például minden évben van olyan videós összeállítás, hogy mennyire nem, nincsenek tisztában az emberek, a járókelők a nemzeti ünnepeinkkel. És ez nem véletlenül alakult így, és, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt egy kicsit humorosan, lazán, fiatalosan, oldott hangulatban be tudnánk mutatni te egyébként diákként hogy viszonyultál a történelmhez. Ezt megkérdeztetem, hogy nagyon szereted, vagy pont, hogy nem, és pont ez a műsor is inspirálta az, hogy valahogyan úgy fölépíteni, hogy a fiataloknak érdekes legyen. Ez, egy, ez is egy nagyon furcsa dolog, mert én klasszikus képzésben részesültem, és abszolút kilogtam sajnos a magyar oktatási rendszerből. Én száraznak találtam, és én azt nagyon nem díjazom, amikor valamit be kell magolni, be kell vágni, és mondjuk két-három nap múlva meg már nem emlékszünk rá. Ugye itt ennél a filmnél az volt a célunk, hogy olyan adalékanyagok legyenek, olyan kulisztatitkok, olyan háttérinformációk, olyan érdekességek, amiket megjegyez az ember. Csak hogy mondjak egy példát, Tomai Attila kiváló kortás költő volt az én irodalomtanárom, és ő mindig a nagy költőkről, nagy írókról olyan, ha nem is bulváros jellegű, de addig nem hallott, vagy addig, ahogy mondjam, máshol nem található információkat közölt, ami, 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 felkeltette az érdeklődésemet ezek a művei iránt is. Hogy ugye ott van a Polcsonzonak az értelmiségiek című könyve, ott is olyan dolgokat árul el Russzóról, Tosztolyról, Thomas Mannról, stb. Szártról, hogy, hogy az ember egyszer csak, nem csak a személy, először a személy iránt kell, hogy felkeltsük az érdeklődést, és utána meg a, a műve alapján, nem most visszatérve a történelmre, ott is ugyanúgy, hogy ha az a történelmi személy nem egy ilyen száraz, a, a, a távolban lebegő kísértet, hanem egy, egy húsvéremmel vagy maga, maga az ünnep is, minden esetleges, mert az élet a legjobb rendező, és, és minden, minden, személyes, minden kicsit más, tehát hogy, hogy, nem annyira száraz, és hogy mondjam, olyan klisészerű, ahogy általában nyilván tisztelet a kivételnek szokták tanítani. Nekem is ez volt az érzésem, hogy megnéztem az augusztus 20 erről szóló részt, hogy gyakorlatilag úgy beszélgettek ezekről az személyekről, mint hogyha mondjuk a szomszédról lenne valami mendemonda vagy plegyka. És ez nyilván egy picit lazább, de hogy mégis a fiatalokat ezzel jobban meg lehet talán szólt, mint egy akadémikus nyelvhasználattal. Pontosan, pontosan, így van. A képi virágra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy, hogy tényleg olyan fiatalos képi virággal lássuk el a kisfiemet hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését Főleg a mai is. világban. A mai világban, illetve fiatal, 20 éves rácokkal forgattuk az egész anyagot. Úgyhogy Igen, ő... de mi magunk, a főszereplők, Szép Bence meg Jó Magam, vagy Aranyosi Péter és Jó Magam, a 15. kishőmet, hát mi azért annyira nem vagyunk fiatalok, de a lényeg az nyilván az, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez minél pörgősebb legyen, azt azért ma már tudni kell, hogy a fiatalok, 5 percnél hosszabb videót nem néznek meg és nagyon fontos a látvány, rengeteg tartalomszolgáltató cég van, és, és elvárják azt, hogy, hogy, hogy mondjam, a, a, képi világ is igényes legyen, színes, színes, szagos, stb. Hogy szokták mondani? Illetve ez egy hiánypótló formátum, ez egy közszolgálati formátum gyakorlatilag, ami, ami nagyon nincs a neten ezzel nem nagyon foglalkoznak ilyen formában. És mi arra gondoltunk, hogy dolgozzuk fel először a nagy nemzeti ünnepeinket, ugye március 15-éről készült Aranyosi Péterrel, utána augusztus 20-szépencével, és október 23-át is leforgattuk tavaly, a szintén szépencével, és még készülünk többi sétatörténelem produkcióra is. Tehát ez egy komoly szériának szériaként Igen, a, fog a indulunk is. Illetve még annyi gyorsan hozzátennék, hogy elég nagy sikere lett is. Akartam is kérdezni, hogy milyen visszajelzéseket. Tanárok, diákok, osztályfőnök órán vetítették le, és ezért van olyan tervünk, hogy készítsünk ebből egy rócsót, és ott személyesen mondjuk egy osztályfőnök óra keretében, vagy történelmi óra keretében levit, levetítik ezt a filmet, és aztán ott a fellépőkkel, vagy a két főszereplővel tudnak a diákok beszélgetni. De tényleg a humor az fontos volt. A, a, a humor is egy eszköz arra, hogy, hogy könnyebben megegyezze a diák, tehát hogy akár húsz év múlva is emlékezzen, mert nyilván ezekre a kis esetleges vagy, vagy furcsa dolgokra, kulisszatitkokra fog emlékezni, és nem feltétlenül a szál az ünnepre. Persze az fontos, hogy tisztában legyünk vele, de mintha e e ezen keresztül vezetne az út a hosszú távú elraktározás felé, tehát a, hogy a memóriájába elraktározza. Ugye az első rész az a március 15-i eseményekből készült. Mennyivel volt nehezebb hozzányúlni az államalapítás korszakához? Tehát ez mégiscsak egy több mint ezer éve történt esemény dolgoz föl, az meg az azért 150 éve volt, kicsit közelebb van, fiatalok voltak, akik elindították az eseményeket, könnyebb talán a fiataloknak ezt közelhozni. Itt István király, államalapítás, kereszténység, egyházszervezet, tehát ez egy picit távolabbi. Igen, viszont annyit változott ez az ünnep, ugye, azt tudni kell, hogy 1883. augusztus 20-án avatták Szent István királyt, és akkor iktatta be az egyház a kalendáriumba István névnapjának ünnepét, de aztán meg szeptember 16-ára került, ugye 11. In Ince pápa a törökök, alatt. A törökök felett adatott győzelme miatt ezt áttette, Utána Mária Terézia 1774-ben a magyar rendek kedvébe járjon vissza, tette augusztus 20-ára, aztán betiltották 47 után, szóval hogy ez sokkal izgalmasabb. Tehát, hogy mindig annyiféle dolog merül föl, mert hogy van egy története is, tehát van egy történelme is, egy fejlődés története is egy ilyen ünnepnek, és az viszont már közelebb hozza a diákhoz, hogy ez az ünnep hogyan változott a hosszú évek során. Tehát, 89-ben kezdett újra kinyílni ennek az ünnepnek a jelentősége rendszerváltozással. Tehát, hogy ilyen szempontból szerencsénk van. A október 23-án, a, a, a október 23-ai ünnep kapcsán éreztük azt, hogy hogy itt kevesebb humort kell belevegyíteni, mert, mert az, az, az jóval szomorúbb téma, tehát az, hogy valami esetleg távol van az időben, attól azt még lehet humorosan is, vagy egy kis humorral fűszerezni, megvalondítani, viszont október 23-a kapcsán azért ott, ott, ott jóval kisebb mozgásterünk volt. Igen, meg nem is a humor, a, ennél az október 23-ánál volt az elsődleges cél, hanem hogy másképpen mutassuk be, mint a száraz ö, történészek gyakorlatilag elnézést. Kifejezés érde, mint jobb az, hogyha fiatal stand vagy humoristák mutatják, vagy más nyelvet beszélnek a fiatalokkal, illetve a, még talán azt elmondhatom, hogy hol lehet megtalálni a kisfilmet. Igen, Persze. a videa.hu-n, Youtube-ra nincs feltöltve, videa.hu, és azon belül az Origo rovatában, illetve Ivánnak a Facebook oldalán megtalálható a Közösségi A oldalán. Akkor nagyon kíváncsian várjuk a következő részt is, és köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. köszönjük.